Három éves munka eredményeként úgynevezett referencia intézmény lett a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Sárospatakon. A projekt nyitó rendezvényén a teljes tantestület és a meghívott szakmai előadók vettek részt. Az iskola ezáltal módszertani központként működhet, és főiskolai gyakorlati helyszínként is. Olyan képzések indulnak meg, amelyekkel még inkább a minőségi munkát tudjuk biztosítani, illetve a többi iskolának a fogadásához különböző műhelymunkákkal, eljárásrendeket, szabályzókat építünk ki, hogy akik hozzánk majd jönnek, minél biztosabban megismerhessék azt a munkát, amire mi vállalkozunk, hogy átadjuk. Az iskola pedagógusai is különböző képzéseken és tanfolyamokon vesznek majd részt a projekt keretében. Nagyon sokféle jellegű képzések lesznek, nagy hangsúlyt kap a marketing, a PR tevékenység, a szakmaiság, a módszertani felkészültség, és ezek összhangban a műhely munkák alakítása is tulajdonképpen. Tehát párhuzamosan folyik a műhely munka és a képzés. Bizonyos kollégák bizonyos képzésekre mennek, amelyek az ő típusú műhely munkájukat fogják segíteni. Tehát egy sokoldalú pedagógián túlmutató képzési kínálatot céloztunk meg. A marketing a referencia intézményi hálózatban egy elem a szakmai fejlesztésen túl, hiszen egy szolgáltatást, egy felnőtt oktatási szolgáltatást adna el az intézmény a egyéb érdeklődő intézményeknek. Na most, ha ő nem reklámozza saját magát, akkor nem tudják, hogy létezik ez az intézmény. Ráadásul az intézmény, mint oktatás-nevelési intézmény nem jelentkezik eladható produktummal. Tehát innen gyerekek mennek ki, akinek az elégedettsége lehet csak egy produktum. Azt viszont, hogy a négy fal között mi történik, csak is a marketing eszközeivel lehet közvetíteni a többi általános iskola felé. A referencia intézmény például úgynevezett jó gyakorlatokat tart majd az általános iskoláknak. A címnek egy előfeltétele volt, ezek a már legalább 2 éve működő úgynevezett jó gyakorlatok, amit dokumentál is az intézmény. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolának 2 olyan jó gyakorlata is van. Az egyik, ami szerintem egy nagyon jól kidolgozott anyag, ez a beiskolázási programuk, a másik pedig a témanapoknak a kidolgozása, aminek a specialitása éppen az, hogy nem osztálytermi szinten történik, hanem az egész iskolát átmozgató, egységes szerkezetbe foglalt napok. Ez nagyon ritka, és nagyon kevés az országban. Úgy gondolom, hogy erre nagy érdeklődés lesz.